Hát így, hogy végeztünk a Duratára, Bartolomeo kalandjai tovább haladtak, és még van hátra fél óra, amiben belefér még egy kulcs, így akkor kezdetét veszi a 69. Dragonflight-os streama jó kis draktirommal, az Augment draktirommal. Megnézzük, hogy sikerül-e a héten megszerezni az utolsó KSH-t, Keystone Hero-t. Már csak a Neltarion's Lair-es kellene. Megnézzük, mennyire tudunk sikerrel járni ezzel kapcsolatban. Igen, új lett a transmogom, mert begyűjtöttem a Dragonflight Season 2 híróért járó jutalmat, amitől különlegesen néz ki a sapka, illetve a vállas is. Na, azt mondja, hogy már is nézzük, hogy vannak-e olyanok, akik akarnak menni Neltarion's Lair-t. Tyha, senki. Konkrétan senki. Mi a különleges benne? Mindjárt megmutatom. Na, így néz ki az alap, és így néz ki a másik. Ilyen pirosas alap, másik. Alap, másik. És ezt meg tudom mutatni a vállasnál is. Így világít. És ez a sapkánál, meg a vállasnál van. Na jó, akkor keresünk rá úgy, hogy ott egy 19-es. Aha, igen, igen, ilyen volt S1-ben is. Csak ugye a Season 2-ért is most van. Hát igazából megnézhetjük a 21-et is. Mondjuk az egy kicsit erős, és valószínűleg decline-olni fognak. Megyük, hogy... Asztarat! Hát így már több van. Ja, akkor úgy írjuk be, hogy 20-20. De akkor sem láttam jelentős változást, azt hallottam, hogy valami extra effektet kapnak. Ja, hát igazából ennyi. Ott azt is meg tudom mutatni. Ott meg villámlik. És csak? Ez a villámlós. Ez meg a sima. Ez nem villámlik, ez meg igen. A vállasnál talán látványosabb. Villámlik a sapka, meg a vállas is, itt meg nem villámlik. Napi 6 óra stream után még napi 6 órát streamelek a OnlyFans-on. Amúgy ez a villámlós szerintem menő. Hát igen, ez várató volt, hogy kapunk egy decline-t. Bár delisztelték. Opp, 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 ott, na az. Disc, Shadow és Augment Evoker. Na, na, let's go. Ja, csak viccelődtem, hogy az OnlyFans-re streamelek, de nem csinálok ilyet purutyán. Vagy mégis? Hát amúgy...
Híreket olvasok, vodat csinálok, dumálok haverokkal, játszok velük, vagy egymagam játszom. Sorozatot nézek. Szeretek kajálni, mondjuk az látszódik is rajtam. Dolgozni aktuálisan, ezt dolgozod? Ja. Tartalomgyártások mennek. Igen, OnlyFans-en most lehet nézni az ölkamerát. Ide van felcsapva az asztal aljára. A vodat nem kell csinálni, mert Pandári óta vége van. Közben megcsinálták a csapatot. Azt mondja, mindjárt mondom nektek. Van egy 442-es Guardian druidunk, van egy 440-es Disc papunk, egy 438-as Shadow papunk, van egy Fire Mage-unk 441-ben, én pedig menet közben valahogy 442 lettem. Felhúztam a trinketet, felhúztam az offendet, felhúztam a... mindent felhúztam. Mindent felhúztam, úgyhogy 442 lettem. Megszaladtak az item levelek. Ja, és rendet raktam az inventory... Nem. Elkezdtem rendet rakni az inventoryba. Vettem 32-es táskákat. Ott van, konkrétan Astro csinálta nekem a táskán. És eladogattam azokat a cuccokat, amik nem kellenek. Még amúgy van bőven mit csinálni ezen az inventorin. A bankot nem tudom, hogy meg tudom-e nektek innen mutatni. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez az addon tud-e olyat, de hogy oda bepakoltam azokat, amik így még hasznosak lehetnek a későbbiekben. Egyedül én vagyok az, aki plusz 20-as ránokat ment. Indítok gyorsan egy raideriót. Aki több 20-as ránt ment, van egy, aki egy 20-as ránt ment, többiek azok meg csak 15 pluszosokat mentek. Hát, meglátjuk. Ez nem jelent semmit. Igazából a harmadik boss majd elmondja, hogy mennyire leszünk jók. A harmadik az ilyen mindent eldöntő. Mondjuk az első is. Az altolik addon meg tudod nézni a bankot, kalendert, repukat, profokat. És még rengeteg minden mást, és látod az altokat is, anélkül, hogy átlogolnál, csak egyszer fel kell ugolni arra a karira. Aha, ez valami nagy addonnak tűnik. Olyan nagy addonnak tűnik, mint a... Fú, mi is volt az, ami... TSM, mint a TSM. A TSM is olyan bitang nagy addon volt. Helyette ezt az accountentet használom, mert ez bőven elég így mutatja, hogy mennyi goldot szereztem ezen a héten. Jó, hát mondjuk az Ark Inventory és 41 megát használ. A Vika ura is sokat használ most. Konkrétan ahogy nézem, így akadozik. Másodpercenként beakad a játék. Ez durván mondjuk. Ahogy így számolgatja, hogy mi mennyit használ. A Vika ura egyre többet eszik. Tudjátok, mit felejtettünk el? Warcraft Logs. Nyomunk egy olyat, hogy Combat Log. És akkor mehet Go. És akkor tudjátok nézni, hogy hogy megy a dolog. Itt lesz. Ez azért érdekes, mert ugye az Augment Evokernek máshogy jön a sebzése. Mint egy
Mint egy rendes klassz, mi az, specnek. És itt a details-ben ez nem mérvadó. Megedné a júzolni egy-egy itemet? Uh-huh. Hát ilyen szokott lenni a donoknál. Hurry, friends! Every moment we linger, Darkrai kills more of our allies. My father's ancient lair. There is still power within these rocks that should not be disturbed. Five, four, three, two, one. Hurry, friends! Every moment we linger, Darkrai kills more of our allies. My father's ancient lair. There is still power within these rocks that should not be disturbed. Én vagyok a második, hát itt valami izé turpisság van. Watch your feet. Jó, mert hogy a mágusnak a izé Shadow Papnak valami fura van a sebzés. Mi történt a sebzésé? Én nem tudom, olyan fura. Fura lett ott az a izé. Valószínűleg amúgy miattam az augment kedésem miatt. Nem láttam még ekkorának amúgy a sebzésemet. Így dungeonokban, úgyhogy nem tudom, mi történt. Már mostanában ilyen 68%-os uptime-ot csinálok az Ebon Might-tal. These drogbar have been tapping into abilities they should not possess. No doubt it has something to do with the latent power still lingering within these rocks. Darkrai cannot control the hammer, Ulurog. He will destroy High Mountain, not conquer it. Either way, I will enjoy every moment of it. Rockmora, crush them. Hát ezt most így nem igazán értem. De ezt miért így öljük? Mert valaki behúzta, ja. Watch your feet. Nem, mert túl lassú az evokál. Nem.
Én csak a bosztom. Mire átváltok egyre, hogy burstoljam, addigra a többiek már megölik. Úgyhogy ez a kifogásom. Kicsit már sok van ott, enemiből. Forces occupied long enough for us to complete our mission. Quickly, into the barrels. I'll hold them here and join you downriver. Jó volt a rekordunk, ahogy látom. I will find my own path and rejoin you on the other side. Legutóbb 3 perc 10 alatt ment le, most meg 2:22. He does not know the powers he meddles with. Where are you hiding your food, maggot? Please, you've already taken all the food we have. Search everywhere. These peasants have been hiding rations from the army. If you're not fighting, hát nem csinálom az Evoker Legendary-t, pedig amúgy érdekelnem. De ahhoz ugye rédelni kéne. Én meg nem rédelek. What's your step? Még ilyen questet se vettem fel, hogyha esetleg kell hozzá. Nem kell hozzá semmi, csak az én utcsó boss. Akkor jó. Akkor jobb a helyzet, mint gondoltam. Ja, hogy a quest itemet dobja az utcsó boss. Azt hittem magát a legendary-t. Tehát szépen beleálltam. What's your step? What's your step? What's your step? Run away. What's your step? Watch your feet. Run away. No, basszus, nem kasztoltam végig.
Watch your step. Ja, azt hittem, hogy most dobják a kavicsot. Szellen érdemes ide menni, akkor viszonylag hamar le is megy. Aha. Oksa. Run away. Az a gond, hogy már nem emlékszem a taxokra. Watch your step. Watch your step. Amúgy elég jól megy most ez a... ez a Mythic Plus. Pay attention, Navarog. I want you to see your heroes die. Watch your step. The mountain itself rises against you. Watch your step. The mountain itself rises against you. Legutóbb háromszor ment le 20-ason, úgyhogy... Go ahead and run! It will change nothing! Mindjárt el fogom úgy menni. You will never wield the power of Kozgorod! Watch your step. Go ahead and run! It will change nothing. Watch your step. The mountain itself rises against you. Vicces, hogy azt mondja, hogy 40 ezeres sebzésem van. Használok a új addonokat? Nem, nem. Ugyanazok vannak. Ugyanazok az addonok vannak. Miért? Van valami, amit látsz, és nem ismerős. Watch your step. Nem, ez vannak, ezek vannak már egy ideje. Amikor még áprilisban felújítottam.
átalakítottam a UI-t. Bár ide raktam közelre ezeket, de itt a CD-k nem segítenek, úgyhogy valami külön CD kijelző kell ide oldalra, vagy nem tudom. Valami Vika-óra. Watch your feet. Mother of worms, arise! If they complete this summoning, our passage to Dargroll will be blocked. She comes. Naraxis will feast on your bones! Run away. Run away. $326,000 volt, ez nagyon komoly. Yes. Wait, no! Hát én a Twitch-es reportjaimmal amúgy eddig még nem értem el semmit, Zoli, úgyhogy én azt mondom, hogy good luck. Ads coming. Kevés az ügyfélszolgálatos, valószínűleg azért nem foglalkoznak annyira a reportokkal. Nem tudta bekapni a tankot, ez jó hír. Ads coming. Tartalékolok az Ebon Mightra.
Ads coming. There is no more time. We must strike at Darkrai now. I am sorry, heroes. It appears the treasure you seek will be found on the other end. Szegény pap megint meghalt? Nem tudom amúgy. Mi volt, hogy volt? Nagyon jól haladunk amúgy, basszus. You were prophesied to seize my hammer! Pathetic. Let them come. Witness the fate of those who stand against one worthy of wielding the power of a titan! Watch your step. Ja, na én nem is tudom elnyomni. Rip them apart! Watch your step. Rip them apart! Watch your step. Ugye erről sem zöri a csata. Watch your feet. I am sorry, heroes. I must leave you now. Yet know this. I have witnessed your deeds with pride, and I am sure you will not fail High Mountain in this fight. Jó, ez valószínűleg frontál volt. Rip them apart! Már ha ők csinálnak frontált, akkor ez az volt, mert nagyon fájt. Rip them apart! Mi a fele, nem? Ja, mert nem volt kicéloz, mert kitargetelve. Mert hát miért nem tudom nyomni a képességet? Na, az nem jó. Rip them apart! Rip them apart! I will break this world asunder! Before I let you take my hammer, the mountain will gnaw on your bones! Jujujuj! Kill Big Ad. Például tök jó lenne egy Ebon Might számláló, úgyhogy ne kelljen felnéznem. 4, 3, 2, 1, find shelter. Itt nem tudom most miért nem támadtam egyébként. The mountain will gnaw on your bones! Heaves and roars at my command. Jó. The mountain will gnaw on your bones. Heaves
mountain will gnaw on your Four, bones! 4, 3, 2, 1. The Find might shelter. Of Kazgaroth flows through me! The mountain will gnaw on your bones! No. Hát ez nem lett a legjobb csúszás. Kill Bigad. I am the shaper and forger of this world. Target you. The mountain will gnaw on your bones. Miért gondolod, hogy a tank nem sűrűn ütötte ezt az instát? Four, the three, will your two, one. Azt szobroztam azt. Fú, plusz 19, srácok. Ez sikerült a plusz 20. It seeks a wielder who possesses true strength, and you were found lacking. It's done, heroes. With Dargruul dead and the hammer reclaimed, the Drogbar are broken. Now begins the long task of reuniting our tribes, but balance has returned to High Mountain. The power of the Mad King Dargruul is broken, and High Mountain has you to thank, heroes. Now there are other family matters that require my attention. Okay, farewell. I hope when next we meet, it is under more peaceful circumstances. Na nézzük a Warcraft logzot. Nézzük meg együtt inkább mi. Na itt van. Konkrétan azért voltam második DPS-be, mert annyira jó lett ezek szerint a gírem. Wow. 440-es, volt egy 440-es és egy 437-es. És én voltam 442-ben. Na hát ilyet még nem láttam, hogy az Augment Evoker lesz az első. Ez új. Ez új. Kicsit nagyítok. Na hát erre ismét büszke vagyok, srácok. 442-es volt még egyébként a tank is. Meglepően szépen ment le amúgy ez a dungeon. Meglepően jó volt. Na nézzük, a fekete leves most jön. Ebből majd 71%. A Power Infusion miatt éreztem, hogy jobban fent tudtam tartani az Ebon Might-ot. Na hát a 71% az már is jobb, mint a 60 akármennyi, amit eddig csináltam. Azt mondja, hogy 89,8% volt aktív. És mi csinálta ezt a DPS-t amúgy? A Shifting Sense? Ez mi lehet vajon? Erupció. Shifting Sense. Ja, az Empower Spell adja a Shifting Sense-et. Uh-huh. Durva. Az erupció pedig az upheaval-ből jön, hogyha minden igaz. Itt van az egyik trinketünk, ez a Vessel of a Searing Shadow. Hát igen, azt amúgy jó lenne lecserélni, mert ennél amúgy hasznosabbak vannak. T-10
13-szor nyomtunk Breath of Eons-t. Az azt jelenti, hogy azon a képességen 2 perc CD van, tehát 1,8 perc CD. Jó van, amúgy. A lényeg itt van, sikerült, és akkor ezzel, hát nem tudom, befrissült a Raider IO-s, de mondjuk nem is kell, hogy befrissüljön a Raider IO, mert meg tudom nektek mutatni. Ezzel sikerült az, hogy mindegyik 20-as. Nyilván fejebb lehetne még tornászni a Raider IO-s szkort, mert most 2678-nál járunk, és annyi kéne, hogy ugye most tiranikálos hét van, és tiranikálosan most meglett 1-2-3-4-5 dungeon, ami 20-as vagy a fölötti, és akkor még kéne 3-at feljavítani 20-ra, és illetve megcsinálni a Fortified-os héten is 5-öt, hogy ugye azok is 20-asok legyenek. Ezzel az Augment Evoker-rel, tehát hogy én úgy érzem amúgy, hogy ez az Augment Evoker kellett ahhoz, hogy mert ez az Augment spec kellett az Evokernek ahhoz, hogy ez így jó legyen. Ja, HCSR keret kill kéne. Meg legyen a curve, Zoli. Igen, az menő lenne. Nézd csak amúgy. Ja, az nem is látszódik. Hol tudom megnézni? Ja, én csak normálon ütöttem a raidet. Azt akartam mondani, hogy HC, de csak normált voltam. Szerintem most már ebbe a gírbe bőven bírnám. Aha, most már Raider IO-t meg is tudom mutatni, mert befrissült. Befrissült? Netherion's Lair, aha, ott van befrissült. Míg a Mythic, hát a Mythichez azért oda, hát amúgy a gír biztos, hogy jó lenne a Mythichez, oda már csak tudás kéne. Na itt van. A 21-es Halls of Infusion az 30 ezredik a régióba. És 2 van. A Neltarion's Lair, amit csináltunk, az benne van a top 100 ezerbe, majdnem a top 90 ezerbe. Ez az, amit most csináltunk. Amiben én lettem az első DPS. Hát hogyha még nálam durvább DPS-ek lettek volna a társaim, akkor ez simán lett volna szerintem 60-50 ezer környéke is. Ja, megint nagyítok rajta. Na és akkor itt van, hogy 2047-nél áll az Augment score, mert a Raider IO-sok megcsinálták, hogy ezt most már így külön szedték. És itt látszik a Devastation is, meg az Augment is. Bár ez csalóka, mert ugye úgy mentem be a Vortexba, hogy Devastation, aztán amúgy átrolloltam. Vagy az ott 220-as? Hát nem tudom. Azt írja, hogy a Fortified-on van egy 20-asunk, azt ott meg csak 17-et ír. Az nem tudom, ott valami zavar van. Na és akkor, amit még meg akarok nézni, Season 1-re azt mondja, hogy 2728-ig sikerült elmenni. Ó, most bőven följebb lehetne menni. Ja, az másik dungeon volt, igen. Ja, látom, Vortex az meg ott Freehold. Köszi. Jogos. Szóval most vagyunk 2678-on. És 2728-on voltunk. Hát igazából 50 pont különbség. 50 pont különbség. Azt nézem, hogy most sokkal több lett az Evoker DPS. Az Augmentel 200-an többen kezdtek el evokerezni. Már csak ha ezt nézem. Nézzétek csak. Realm. Ja, az régió volt? Nem, az Realm. Nézzétek. Én voltam a 48-dik. Most meg 292-dik. És akkor még 50 pont kell. Tehát 50 pont szerintem nem 200 helyezés. Úgyhogy sokkal többen kezdtek el evokerezni. Szerintem az Augment miatt. Kíváncsi lennék, hogy hány játékos kezdett el most evokerezni. Az Augment miatt. Igazából lényegtelen megvan, amiért értelme volt, most már csak LP-nész növelés maradt hátra. Ja, amúgy kb. Ha a curve megvan, akkor igazából csak számokat növelünk. Mert a lényeg, amit most megszereztünk,
az ez, a Keystone Hero Neltharion's Lair, ami teleportot ad Neltharion's Lairhez, amit pedig tudunk használni itt, hogy Legion, ott van, látjátok? Neltharion's Lairhez tudunk menni. BFS portunk van, Katás, Dragonflight-os, Legion-ös, Mopos és Draenor-os. Tök király. Ezeket nem is láttam. Overload, Elemental, Herb. Megy a Hype, Shadow Pup, Frost, Fire Mage, Tank, Dudu, Augment, Evoker. 1, 2, 3, 4. És akkor valami kimaradt. Valami kimaradt, Zoli. A holipalát szokták nyomni. Még ebbe a csapatba, bár azon már nyomtak egy nerfet. De még így is jó. Ezekkel van tele minden, és a legjobb, mikor mindenhova evokárt akarnak vinni, még oda is, ahol nincs elég DPS, még evokárrá sem. Ja, hát igen, ahhoz volt szerencsém, egy nem is tudom mit mentünk. Celeberpóval. Mentünk valami dungeont legutóbbi stream elején. És így, hát olyan volt, hogy nem tudtam, tehát hogy nyomtam a sebzés erősítéseket, de a csapat nem volt erős. Na hát ez klassz volt, sikerült összehozni, amit szerettem volna, úgyhogy én boldog vagyok, jövő héten, bármint hogy jövő héten nem biztos, de hogy a következő WoW stream, ami nem a magyar lore master végigjátszás, ott több mint valószínű, hogy raidelni fogunk, még ebben a szezonban jó lenne megszerezni a körvöt. Hát megpróbálok kevésbé bénázni és idegeskedni azon, hogy nem tudom a taxot. Ja, úgyhogy köszi szépen a helpet meg a segítséget így a cseten. A Warcraft logzos összegzés pedig az megszokott módon ott lesz majd a VOD leírásban.